vagy azt gondolják, hogy másnak a feladata, de elhozott, hogy kinek a feladata a közbiztonság megteremtése. Igen, és az önkormányzati törvényben is le van írva, hogy a közbiztonságért felelős a település polgármestere, illetve maga a település vezetése. Úgyhogy ez egy komplex dolog. Ha ezek közül bármelyik hiány szenved, akkor meg fog billenni az adott településen a közbiztonság a közlet. Szerencsére, mint ahogy mondtam, a számok alapján például eszembe jutott itt a 80 körüli ügyszám, ami a rablásokat jelent. Tehát ebben a megyében 10 évvel ezelőtt csak Nyíregyházán volt 80-100 körüli esetszám, amikor idős egyedül élő sértetteket támadtak meg. Az, hogy most az egész megyében 80 történt egy évben, az a polgárőrökkel való együttműködésnek az eredménye is. Hiszen ahol éjszaka nem tudunk ott lenni, ahol éjszaka járőröznek, a polgárőrök felfigyelnek jelenségekre, azokra a jelzést adnak nekünk, ez egy nagyon komoly visszatartó megelőző erő. És itt elhangzott a hóvezetés, amiben azt mondom, hogy gyakorlatilag azt a több mint egy hetes időintervallumot a rendőrség, a polgárőrség nélkül nem tudta volna úgy lekezelni, hogy az egész megyében, és leginkább ahol áramkimaradás volt azokon a több mint 100 településen, a több mint egy hét alatt összesen 3 bűncselekmény történt, 3 esetben loptak el leszakadt vezetéket, és mind a 3-ban megfogtuk az elkövetőt. Az egyik ügyben konkrétan polgárőrök mondták meg, hogy hová kell menni, mert hogy látták az elkövetést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen segítségek nélkül ezt az eredményt a rendőrség nem tudja produkálni.